Szeretettel köszöntelek benneteket, őrvenek, itt lehetek ma este köztetek, Isten áldja meg Tehát a témánk ma este a gyülekezet tisztségviselői. Mit tanít erről a Biblia, mit hiszünk mi erről, és hogyan gyakoroljuk, és különböző kérdések. Hogyha láttátok a kérdéseket föltéve, amelyekkel szeretnénk foglalkozni, akkor elég ismerős, ha nem, akkor úgy is meg tudjátok most tőlem. Hát a gyülekezet tisztségviselői alatt azt értjük minimálisan, hogy van gyülekezet, és annak vannak tisztségviselői. Mi a gyülekezet, és kik a tisztségviselői annak a gyülekezetnek. Gyülekezet röviden meghatározva, hát egy olyan embercsoport összegyülekezése, egybegyűlése, akik számára az Isten ígéje dominál, ott az ige hirdettetik, egy, Kettő, ott a jegyeket, a keresztséget és az urvacsorát a kiszolgáltatják. Három, abban a közösségben van fegyelmezés, nevelés, fegyelmezés, ha kell. Ez a három nagyon fontos, manapság már van egy negyedik is, amit oda tesznek a missziót, ami nélkül megint akkor a gyülekezet, ha még létezik is, de nem sokára kihal, ugye? Tehát ahol nem az ígével foglalkoznak, ott az nem gyülekezet. Na most itt ma este az ígével foglalkozunk, de ez mégsem gyülekezet. Összegyűltünk, az biztos összegyűltünk, de nem újszövetségi gyülekezet. Tehát nincs gyakorlása a szent jegyeknek, keresztség, urvacsora, nincs fegyelmezés olyan értelemben, ahogy a gyülekezet, az ígében ugye a gyülekezet jellemzni, de mi a gyülekezethez tartozunk mégis. A gyülekezet esernyője alatt vannak ilyen kisebb egységek, mint például az egyetemisták kifije. Vagy női csoport, vagy ifjúsági csoport, vagy gyermetanítás, vagy énekkar, vagy dicsőti csoport, stb ennek a gyülekezetnek, amelyiket így határoztunk meg, hogy az a szent íge hirdettetik, a szent jegyek kiszolgáltatva vannak, és a gyülekezeti fegyelem működik, és a missziót is gyakorolják, ennek vannak tisztségviselői. Mit tanít a Biblia a tisztségviselőkről? Hát először is egy néhány dolgot emeljünk ki, hogy milyen fajta megnevezéssel beszél a Biblia a tisztségviselőkről. Három megjelölés van, amit találunk. Az egyik az, hogy pásztor, a másik az, hogy püspök, a harmadik az, hogy vén. Ezek az ígével foglalkozó tisztségviselők a lelki oldallal foglalkozók. Ezen kívül van egy másik megnevezés is, ami a diakónus, ezek főleg az anyagiakkal, ezek az anyagiakkal foglalkoznak. Tehát tulajdonképpen egyszerűen két kategóriába osztható a tisztségviselő csoportja gyülekezetben, akik a lelkiekkel foglalkoznak inkább, de nem kimondottan csak, vagy kizárólagosan csak azzal, a másik pedig a diakónusok csoportja, amelyek főleg az anyagiakkal foglalkoznak, de nem csak azzal. Van egy bizonyos fajta átfedés a kettő között. Hadd bizonyítsam be ezt is, hogy, hogy van átfedés. Például, amikor Pálapostól az Abcsel 20-ban magához hivatja Efézusból a gyülekezet véneit, más szóval presbitereit, hogy találkozzon velük, akkor azt mondja nekik, magatok a, a abcsel 20.34-ben, sőt magatok tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak, mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtelenekről gondot viselni és megemlékezne az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá, jobb adni, mint venni. Tehát pánapostól ő nem diakónus volt, hanem ő apostol, ő pásztor, ő püspök. És mégis gondoskodott anyagilag az erőtelenekről, ami általában a diakónusok felelősség a gyülekezetben. Még más oldalról ott vannak a diakónusok, tegyük fel, hogy az Abcsel 6 amikor a Istvánt, Filepet, meg a többi ötöt kiválasztják, összesen hetet, az anyagiak végzésére, ezeket tartjuk a diakonusok kezdő csoportjának, akkor István nem csak azzal foglalkozik, hogy a behozott pénzt kiosztja a szegények között, nem mellőzve a görög közül származottakat sem, hanem ő közben prédikál, igét hirdet, de még mennyire? Az apcselben a leghosszabb predikáció nem a Pál Apostolé, nem a Péter apostolé, a leghosszabb predikáció egy diakonusé. Istváné. Pedig neki, neki nem feladata ez, nincs elvárva tőle, hogy legyen képes a tanításra. Persze nincs megtagadva, és mivel képes volt rá, végezte azt is, amikor szükség, adatott, szükség volt arra és lehetőség adatott. Tehát ezen két csoportot, ha megkülönböztetjük a lelkiek és a testiek körül forgolódók csoportját, akkor a következőket mondhatjuk. A lelki oldalról többféle megnevezés van. Pásztor, püspök, presbiter. Egy néhány igét szeretnék ajánlani a figyelmetekbe arra nézve, hogy lássátok, hogy ez a három megnevezés egy és ugyanazt a tisztséget írja le, akik a lelkiekkel foglalkoznak, és nem három különböző tisztségről van szó, hanem három különböző néven van szólítva ugyanaz a tisztség. Például az Abcsel 20-ban, amiről már az elő volt szó, a 17-es vers így szól. Milétusból azonban küldvén Efézusba magához hivatá a gyülekezet véneit, más szóval presbitereit. Tehát Efézusban voltak presbiterek, ezeket hivatta Pál magához. De amikor beszél hozzájuk, azt mondja az ige a 28. versben, viseljetek gondot azért magatokra, s az egész nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett. Az, az a szó, hogy vigyázóká, azt jelenti, hogy püspökök kétett. Tehát azt mondja Pál presbiterek, vének, jertek ide hozzám. És oda jöttek Efédusból hozzá. Mikor elkezd a presbiterekhez beszélni, akkor azt mondja nekik, hogy titeket, presbitereket a szentileg püspökök kétett. De nem úgy, hogy először voltak presbiterek, aztán később magasabb rangra emeltettek, és lett belőlük püspök, hanem ezek a presbiterek a püspökök. Egy másik ige a Titushoz írt levélből az első részből. A következőket mondja Pálapostól. Először az ötös verset olvasom. A véget hagytalak téged krétában, hogy a hátramaradt dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket. Titus ott hagytalak krétában kérlek szépen minden városban, a szigeten rendelje a gyülekezetekben presbitereket, véneket. És ezekről utána elmondja, hogy milyenek legyenek. Azt mondja, hatodik vers. Ha van felthetetlen egyfeleségű férfiú, akinek, nem, akinek hívő nem kicsapongással vádolt, avagy engedetlen gyermekei vannak. Tudod miért mondja ezt, hogy ilyeneket rendeljen Pál presbiterekké? Azért, mert, mondja a hetedik vers, mert szükséges, hogy a püspök ilyen legyen. Más szóval, férjre mit mond Pálápostól? Titus, rendelj presbitereket. Ilyeneket. Miért? Mert ilyen kell legyen a püspök. Amiből egyértelmű, hogy a presbiter Lápostól számára egyenlő a püspök kifejezéssel. Na most nekünk történelmileg, és a 20. században nem ez a tapasztalatunk annyira, nem úgy tűnik, amikor hallod a püspök szót. Tehát a gyülekezetedben a vének, a pásztorok, presbiterek, azok püspökök. E szerint. Persze nekünk ott van az, hogy a püspök az az a nagy, magasrangú valaki, aki fölött áll még a... Kinek? Nekem is, igaz? De a Bibliában nem így találjuk tehát. Két csoport van, akik az anyagiakkal foglalkoznak, diakonusok, akik a lelkiekkel foglalkoznak főleg, ezek pedig különböző megnevezéssel bírnak. Tehát püspökök, pásztorok és presbiterek. Na most, van még más csoport is, akik a lelkiekkel foglalkoznak, de azok már nem ma már nem ö, léteznek. Ezek az apostolok. Az apostolok kimondottan foglalkoztak lelkiekkel. De a 12 miután meghalt, nem lett más választva helyettük. Mondhatnánk, hogy az evangélistákkal mi a helyzet, meg a profétákkal mi a helyzet. De ezek nincsenek tekintve külön tisztségeknek az új szövetségben. A pásztor végzi az evangélista munkáját. Ugyanakkor egy diakónus, például Filep, evangélista is volt. Olvasok a 21. részben az abcselben. De nem egy külön tisztség az új szövetségben számunkra. Mindezeket elmondva, a Bibliában megtaláljuk azt is, hogy a lelkieket végző tisztségviselők, püspökök, pásztorok és presbiterek, vagy vének megnevezéssel, amelyek egy és ugyanazt a csoportot jelenti, ezek meg vannak különböztetve maguk között azáltal, hogy teljes idejű módon végzik azt, és a gyülekezet támogatja őket anyagilag, hogy végezhessék ezt beható módon, vagy pedig a saját megélhetésük mellett, ugye ő végzik a munkájukat, még a gyülekezetben is szorgoskodnak az ige hirdetése által. És egy igét, ha idézek erre nézve, az a Timóteushoz itt első levél, ötödik részében, a 17-es vers ezt mondja, egy Timóteus 5.17. A jól forgolódó presbiterek kettős tisztességre méltattassanak, főképpen akik a beszédben és a tanításban fáradoznak. Tehát vannak olyan presbiterek, akik nem abban fáradoznak, hogy tanítsanak. Mit jelent az, hogy fáradoznak? Az előbb hallottok, hogy most van könnyű valakinek, vagy nem könnyű kijönni ide előre. Fáradtságába kerül előtte készülni, vagy nem kerül annyira. Vagy még hogyha készül is, hát nem ez a kérdés. Itt arról van szó, hogy van, aki abban fárad, hogy reggel 8 órától délután 4 négyig a gyárban gürcöl, vagy az irodában ülve gürcöl, vagy akár hogy mit ne, vagy, vagy iskolapadban. Még mások, tehát itt most a, a, a tisztségviselőkről van szó, ők a teljes idejüket arra forítják, hogy az igét tanulmányozzák, és a lelkiekkel úgy foglalkozzanak, ahogy nem lennének képesek, ha ők nem csak ezzel fáradoznának? Gondolom, hogy érthető a különbségtétel. Na most számunkra, a mai világban, vagy a mi gyülekelteinkben, az a, az, a, az a presbiter, vagy püspök, vagy pásztor, aki teljes idővel végzi ezt, azokat nevezik inkább pásztoroknak. Míg az a püspök, pásztor, presbiter, aki nem teljes idővel végzi a lelkieket, azokat nevezik, na hogy nevezik? Bizottsági tagokat? Tagoknak, vagy hogy? Mindjárt oda jutunk ahhoz is. Szolgálattevők. Hát azok szolgálattevők, de nálunk a szolgálattevők csoportja tágabb, még annál is. Oda a devianciátnál oda jutunk, jó? Tehát, szükséges, hogy legelőször a Biblia tanítását értsük meg ennek kapcsán. Mit tanít a Biblia tehát a tisztségviselőkről? Az, hogy két fő csoport van, diakónusok és presbiterek, pásztorok, püspökök. Akik a lelkiekkel foglalkoznak, a presbiterek, pásztorok, püspökök két csoportra oszlanak magukban, maguk között, hogy vagy teljes idővel, vagy nem. Nem úgy végzik az igét, az ige hirdetését és a lelkiekkel való foglalkozást. Szeretnék itt valamit mondani. Ez azt jelenti, hogy használhatod ezeket a megnevezéseket az illető tisztségviselőkre, biblikusan. És nem fogsz vele védkezni, Habár bár valószínű, hogy furcsának fog hangzani. Ha, ha azt mondanád a, a pásztorodnak, hogy kedves püspöktestvér, akkor lehet, hogy meglepődne. Még lehet, hogy én is, ha nekem ezt mondanál. Mert nem használjuk ezeket így. De a Bibliában így van. A tisztségviselők meghatározása után beszéljünk a következő kérdés körben arról, hogy melyek a főbb egyház kormányzási formák. Hogyan vezessék, kormányozzák a tisztségviselők, vagy azok, akik a gyülekezetet, az egyházat. Három fajta egyház kormányzás dominálja a kereszténységet. Van még más is, de ezek a legfőbbek. A következők. A kongregacionalista egyház kormányzás, a presbiteriánus egyház kormányzás, és az episzkopális egyház kormányzás. Na, vegyük sorba őket. A kongregacionalista egyház kormányzás, kiindulva a megnevezésből, az, amikor a gyülekezet vezeti a gyülekezetet. A kongregacionalista abból számít, hogy kongregáció. Az egybegyültek, az együttlevők határozzák meg. Tehát nem a gyülekezet pásztorai, püspökei, presbiterei vagy diakonusai, mindjárt arról is szótásunk, azok ejtünk, mennyire jönnek azok be a képbe, az egyházkormányzásba, de nem, hanem az egész tagság együttvéve. Ők döntenek. És mindent demokratikusan, többségi szavazással eldöntenek. Azért kongregáció, mert a kongregáció, a gyülekezet dönti el. A másik fajta egyházkormányzási forma a presbiteriánus vezetés. A gyülekezetnek van egy vezetősége, ezeket nevezik presbitereknek. Például a református egyházban, ugye, vannak presbiterek minden egyes egyház községben, és azok évente, egyszer, többször, vagy ritkábban, találkoznak más egyház községek presbitereivel, és van egy nagy közös gyűlésük, zsinatuk, amikor a presbiterek együtt döntenek az egyházak, a gyülekezetek helyzetéről. Tehát nem a gyülekezet dönti el magának, mint a kongregacionista gyülekezetben, hanem a presbiterek döntenek. És nem vonják be a gyülekezetet azokba a döntésekbe annyira. A harmadik fajta egyházkormányzási ö, vezetés az episzkopális egyházkormányzás. Az episzkopális abból ered, hogy episzkop. Románul, ugye, a végül is görögből származik, episzkoposz, ami püspököt jelent. Tehát van a gyülekezet, tagsága, ezeknek vannak vezetői, presbiterek, pásztorok, de ezeken felül vannak püspökök, és ők vezetik a presbitereket a gyülekezetekben, és a gyülekezeteket, az egész tagságot. Ez a fajta egyházkormányzás dominál például a, a katolikus egyházban. A római püspök is egy püspök, de ő már nem csak egyszerűen egy püspök, ő már a püspökök püspöke is, és a neve az, az, hogy pápa. Aki fölött áll még a püspököknek is még a püspökök közül is, még a bíborosok fölött is áll. Tehát az kimondottan episzkopális egyházkormányzási rendszer, a római katolikus. Bizonyos szempontból a mi köreinkben, a magyarok körében a református egyház az ötvözi az episzkopálist és a presbiterit. Mert vannak püspökök is, de meg akarja tartani a presbiteri egyházkormányzási formát is. Azt a kettőt ötvözik. A kérdés az, hogy mi mit hiszünk, és hogy valljuk most. Valószínű, hogy a gyülekeltekben nálunk a kongregacionalista egyházkormányzás dominál, bár én a Bibliában úgy látom, hogy néhány példából szemléltetve számotokra megmutatom, hogy a, presbiteri és a kongregacionalista ötvöződik. Figyeljétek meg például az Abcsel 6-ban, amikor választanak diakonusokat, hogyan történik azoknak a megválasztása. Tehát azt mondja az ige a második versben, a 12 egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, Abcsel 6, 2. A tizenkettő egybe gyűjtötte a tanítványok sokaságát. A tanítványok sokasága az a kongregáció, az a gyülekezet. A tizenkettő a vezető. És ezt mondták nekik, nem helyes, hogy mi az Isten ígét elhagyjuk, és az asztalok körül szolgáljunk. Ők mondják meg, mi a helyes, mi nem a helyes. És utána azt mondják nekik, választhatok azért, atyám fiai, ti közületek hét férfit. De nem mi választjuk, ti választjátok meg. A kongregáció, a gyüleket válassza meg. És elmondják, milyeneket válasszanak meg, akiknek jó bizonságok is van, és akik szentlekkel és bölcsességgel teljesek. Ha ezt megválasztottátok, akkor erre mi őket, erre a foglalatosságra beállítjuk. Kinevezzük fölszenteljük őket, kézrátétellel. És úgy történt. És tetszett az egész gyülekezetnek, 5. versben, az egész sokaságnak. És ők kiválasztották Istvánt és a többieket, hatos vers ezt mondja, akiket állítának az apostolok elébe. És miután imálkoztak, vagyis ők érettük, kezéket rájuk tevék. És az igen növekedett. Tehát ötvözve van az, hogy a gyülekezet vezetősége, és maga a gyülekezet a tanítványok sokasága együtt működik a, a diakonosok a diakonusok választásában és kirendelésében. Nem csak a lelki vezetők, vagy nem csak a gyülekezet, hanem a kettő együtt. Egy másik példa az Abcsa 15-ből, amikor azt találjuk, hogy nagy, nagy gyűlés van Jeruzsálemben, amiatt, hogy körül kell -e élni a pogányokból, hát hívjuk vagy nem kell körülmet élni. És úgy olvassuk az igétben, apcsel 15, a 4-es versről olvasom, mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe a gyülekezet, és az apostolok és a vének fogadták őket. Figyelnek, meg Pál megérkezik Barnabással Jeruzsálembe. Tudod, ki fogadja őket? A gyülekezet, ez világos. Az apostolok, a 12, ugye, mínusz Jakab, mert őt már lefejezték, ugye? Csak úgy nevezik, hogy ez a 12 csoportja. Aztán ott van a vének csoportja. Ezek a presbiterek. Az apostolonk a kívül, akik, akik külön tekintélye rendelkeztek a gyülekezetben, ott vannak a vének, a presbiterek. És amikor döntés születik, akkor a következőt találjuk. Felszólal Péter, felszólal Jakab, felszólal Pálapostól, Barnabással, elmondják az ő véleményüket, mikor nagy vetekedés támadt, és a végén egy döntés születik. És a döntés megvan írva egy levélben. És a 22. vers ezt mondja a döntésről. Akkor tetszik az apostoloknak és a véneknek, az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat választanak és kiküldjék őket. Kinek tetszett? Az apostoloknak, a véneknek, az egész gyülekezettel együtt. Tehát együtt munkálkodás van az előjárók, a vezetők között és a gyülekezet között. Úgy látszik, hogy a presbiteriánus, a lelki vezetők csoportja, és a kongregáció a gyülekezetek csoportja a vehetésben nagyon szorosan összekapcsolódik. Mindezeket elmondva, kitűnik az, hogy számunkra, vagy legalábbis számomra a kongregacionalista és a presbiteriánus egyházkormányzás ötvöződése inkább tűnik biblikusabbnak, de vannak olyan ígék, amelyekben a kongregacionalista egyházkormányzás adja meg a végső tekintét. Például a Máté 18-ban, 15-től 18-ig azt találjuk, hogy ha te atyád figyel, védkezik ellened, mit kell tenni? Menj el, fedd meg őt négy szem közt. Védkezz jelenem, meg, kérj tőlem bocsánatot. És ha hallgat rád, és bocsánatot kér, és megtér, te bocsáss meg neki, te megnyelted őt magadnak. Ha nem hallgat rád, mikor elmentél hozzá négy szem közt, vegyél magad mellé még egy vagy két atyafit, testvért. Legyen az lelki pászor, legyen az bárki más a gyülekezetben, aki általában egy lelki ember, olyat vegyél magad mellé. És nem mindenképpen a te véleményedet hangoztatja, ha kell, ha nem azzal menjél el hozzá, és fedd meg őt az ő jelenlétükben. És ők akkor melléd állnak, ha melléd állnak. Meghallgatják. És hát, hogyha akkor hallgatád, és megtér. Ha akkor sem hallgat rád, tudod, kinek mondd meg? A gyülekezetnek. A gyülekezet a végső fórum. Ha a gyülekezetre sem hallgat, akkor legyen előtted olyan, mint a a vámszedő. De a gyülekezet a végső tekinté ilyen szempontból mi közöttünk. Tehát maga a kongregáció, ami aláhúzza még jobban a kongregacionista egyházkormányzás helységét. Egy másik kérdés hogyan választjuk meg a tisztségviselőket? Jelenkezzünk? Önjelöltek? Nem, ez nem helyes. Most nem az a kérdés, hogy az Ószövetségben Isten hogy hívott el profitákat. Az természet fölötti volt legtöbbször. Mózes-t hogy hívta el, adott neki csodákat botja kigyúvá változott, ugye a kezét bedúgta a kebelébe, és az leprás lett utána, visszadut és az egészséges lett, és így tovább. Isten most nem így hív el embereket. néhány ígét hatnára kelébetek, jó? Láttok az előbb, amit nem olvasunk fel, hogy a hét diakónus a gyülekezet választása által volt ö, kiszemelve, és az apostolok kézrátejítele által volt kirendelve. Azt jelenti, hogy ők egybehangzóan azt mondták, ez a hét ember a legalkalmasabb. Most kellett ismerik jól egymást, mert Jeruzsálemben voltak legalább 3120 de még többen ugyanakkor a gyülekezetben már. Azt jelenti, neked meg kell ismered jól a gyülekezeti tagokat, hogy tudják ki, tudjál jól választani, amikor olyan a választási időszak, nem? És Megmondták. Tehát a, a gyülekezet. Egy másik alkalommal, Titus 1-ben ezt olvassuk. Titus 1.5, az előbb is olvastuk ezt, a véget hagytalak téged Krétában, hogy a hátamara dolgokat hozd rendbe, és rendelj városonként presbitereket. Na nekem az érdekesség az, hogy Pálapostor nem azt mondja, Titus, Kérdezd meg XY-t, aki te jónak látná, hogy ő vállalja? Nem azt mondja, azt mondja, hogy rendelj. Nem, az ki? Na tegyük fel, ha most tégedet, ki az a téged most közülünk? Nem tudom. De ha téged a lelki pásztor, vagy a gyülekezet, vagy a vehetőség javasolna egy ilyen tisztségre, a gyülekezettel összhangban, az előállókkal összhangban, ötvözve a kétfajta egyház kormányzási módszert. És azt mondanák, úgy hisztük testvéreim, hogy ez a fiatal ember alkalmas lenne, hogy megbízok erre vagy arra a szolgálatra. Mit mondaná? Vagy mit mondtak ezek az emberek? Pál nem azt mondja. Titus, rendelj! Az eléggé... Milyen ez? Diktatórikus ez? Vagy milyen? Hát diktálja, hogy kit rendeljen ki? Nem tudjuk, hogy nincse benne a sorok között olvasva, nagyon veszélyes, mert fehér az egész lap máskülönben, ugye? De a sorok között olvasva, lehet, hogy Titus úgy rendeltek ki, hogy közben a gyüleketet megkérdezte. Nem tudom, lehet, hogy nem. Egy másik fajta módja hogyan legyenek választva. Nézd meg először is az Etimótaus 3-at. Az Etimótaus 3 ezt mondja, az első vers. Igaz beszéd ez, ha valaki püspökséget kíván, jó dolgot kíván. Most nem arról van szó, hogy ki akar engemet valaki nevezni, vagy sem. Hanem, hogy én kívánom-e, vagy nem. Nézd meg, hogy ez szinte az ellentétes pólusa vége annak, amit az előbb olvasnak Titus 1 5 -ből. Itt ő kívánja. Én akarnák, én szeretnék lenni diakónus, vagy presbiter, vagy pásztor. Bűn? Azt a palapostól dicséretes. Jó dolgot kíván, ha valaki ilyet kíván. De ennyi nem elég, hogy kívánod, és nem lesz rögtön ebből még, ettől még lelki pásztor, azt miután szükséges annak okáért, hogy? Ha kívánod, még van a következő szűrő. Legyen felthetetlen, egy feleségű férfiú, józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető, a tanítása alkalmatos, nem borozó, nem verekedő, nem rutnyereségre vágyó, hanem szelid, versengéstől ment, nem várgó, ki a maga házát jól igazgatja, gyermekeit engedelmességben tartja, minden tisztességgel, mert ha valaki az ő tulajdon házát nem tudja igazgatni, mi módon visel gondot az Isten egy házára? Ne legyen új ember, nehogy felfogalkodván az ördög árazatába essék. Legyen jó bizonság a kívülállóktól is, ugye? Itt van a szűrő. És a Bibliában találunk több szakaszt, az új amelyek a kritériumokat felsorolják. Három, ettől hétig. Titus egy Timótaus 3, 1-től 7-ig, Titus 1, 5-től 8-ig, 1 Péter 5, 1-től 4-ig, ezek a fő igék, még vannak mások is. Hogyan a válaszok akkor meg? Meghall... Legyen kijelölve, ha akarja, ha nem, de engedelmeskedjen? Legyen önjelölt, én akarok, és azért fogadjuk el? Hát úgy gondolom, hogy azzal kezdhetjük, hogy bármelyik oldalról indulhat a kezdeményezés. A kezdeményezés, bármelyik oldalról induljon is, nem bűn. Akár kineveznénk mi valakit, akár ő szeretne jobban és többet szolgálni. Találkoztam körülbelül három hete egy fiatalemberrel, aki, akiről, aki már diakonus a gyülekezetben, de valószínű, hogy ő szeretne presbiter is lenni, és, és van egy ilyen vágya. De a gyülekezet még vár, hogy lássa, hogy megvannak-e benne ezek a, a kritériumoknak való megfelelés. Hogy átmegy a szűrőn vagy nem. És van a vágy benne. Van, amikor felkérnek valakit kineveznek. Mindenképpen akár kinevezik, akár ő jelenkezik, mert vágyik rá, kell, hogy a kettő találkozzon. Aki magában vágyakozik erre, annak, a, annak az életét fel kell, hogy ismer a gyülekezet. Ez tisztességes ember, a karaktere jó, helyes. Ez képes ember, ő alkalmas a tanításra. Megszámolva a feltételek, a kritériumok sokaságát azt mondják a Biblia magyarázók, hogy az elvárások 85%-a erkölcsi jellegű. És csak 15%-a foglalkozik azzal, hogy milyen jó tud beszélni, mennyire alkalmas a tanításra, milyen karizmái vannak. ez sokat mond. Mert a mai világban nem számít az, hogy mennyire erkölcsös valakinek az élete a világban. Ha képes valamilyen feladat elvégzésére, akkor azt kinevezik. De a gyülekezetben másképp kell, hogy legyen. Sokkal fontosabb, sokkal fontosabb a lelki élet. A fethetetlen élet van olyan ember, aki például annyira alkalmas lenne tanításra, de az élete nem olyan. Míg a még a másik, ami nem, lehet, nem annyira alkalmas, de az élete erősen lelki, tisztességes és erkölcsös. Ezért alkalmasabb. Ilyeneket kell megválasztani. Választhatók-e nők is a tisztség viselésre? ennek kapcsán a következőket találjuk. Ami a diakónusokat illeti, erre a tisztségre inkább találunk a Bibliában példát, vagy bizonyítékot arra, hogy valószínű voltak női diakónusok is. Ami a Lelkió az ige hirdetést és az gyülekezet lelki vezetését illeti a presbiteri, püspöki vagy pásztori szolgálatra, erre nem találunk az új szövetségben példát, sőt, találunk tiltást. E néhány igét hadd olvassak. például az 1 Korintus 14.34 a következőket mondja. 1 Korintus a ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem engedelmesek legyenek, amint a törvény is mondja. Nos, hallgatni, ha bocsánások előre, nem azt jelenti, hogy nem mondasz soha semmit. Nem énekelhetsz, nem imádkozhatsz. Nem tehetsz bizonyságot. Mert ugyanebben a levélben, az előző részekben, a 11-es részben azt találjuk, hogy ha valamelyik asszony befedetlen fővel mit tesz, imákozik vagy profétál. Tehát Pál Apostolom már azt mondta, hogy az asszonynak szabad imádkozni a gyülekezetben, és szabad profétálni a gyülekezetben. A kritériumot nem az, hogy hallgasson, hanem hogy kösebb a fejét vagy fedje be, akár mit is jelentett ez akkor. A lényeg az, hogy azt megtehette. De akkor itt vajon mire utal, hogy hallgasson? Hát a szöveg környezetben, az 1 Korintus 14-ben a profétálás megítéléséről van szó, a proféták elbírálásáról, és ezt a vezetők mondják meg, hogy mennyire helyes vagy helytelen mennyire hamis vagy igaz. És ezt a fajta e, ítéletet, elbírálást a gyülekezetből a tanítók, presbiterek, pásztorok, püspökök végzik. Amit Isten nem enged meg az asszonyoknak. Egy másik ige, az, az egy Timóteus kettőben, Timóteus az első levél második rész, 12-es versétől olvasom. A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak sem, hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. Mert Ádám teremtett elsőnek, azután Éva, és Ádám nem családodott meg, hanem az asszony megcsaládotván bűnbe esett. Tehát a tanítást nem engedem meg az asszonynak. A következő versekben, ami már átnyúlik a harmadik részbe, azt állapostól, szükséges, hogy a püspök legyen fethetetlen, ez az első kritérium. És a második, tudod, mi csoda? Egy feleségű férfiú. Nekem azt mondták, hogy ha egy nő lehet egy feleségű férfiú, akkor lehet püspök esetleg. De mivel egy nő nem lehet férfiú, egy feleségű férfi, akkor ki, van, ki, is van zára ennek a lehetősége. Mert ezt várja a pálapostól, hogy legyen egy feleségű férfi. Előre bocsátjuk azt is, ez nem jelenti azt is, hangsúlyozzuk most a fiúknak mondom, jó? Férfiaknak. Ez nem jelenti azt, hogy te felsőbbrendű lennél a nőknél. Lehet, hogy néha úgy gondolod, Lehet, hogy néha érezteted a másik nemmel, vagy nem de ilyet a Biblia nem tanít. A férfi egyenértékű a nővel, a nő pedig a férfiúval, a személyiségben, az Isten képűségükben, és az értékükben. De különböznek egymástól a szerepükben, a funkciójukban. Isten a férfinek adta a gyülekezetben, hogy vezessen. A családban is vannak szerepbeli különbségek. A férfi a feje a feleségének, ő gondoskodjon róla, viselje gondját, védelmezze és vezesse. De nem uralkodhat a feleségén sem az előjárok a gyülekezeteken. Legyen szolga vezető. Könnyű annak a férnek, vagy azoknak a vehetőknek engedelmeskedni, akik minél inkább szolgák, és minél kevésbé urak. Nem uralkodhatnak a nyájon, sem a feleségeiken. De a gyüleket kell, hogy engedelmeskedjen az előjáróknak, akik szolgálnak feléjük, és a feleség pedig a férjének, aki szereti őt és önmagát adja, ha kell a feleségért. Tehát szerepbeli különbségről van szó, nem személyiségbeli vagy értékrendű szinten. Ezt nagyon hangsúlyozzuk. Igaz, hogy az olyan igék például, mint a Galata 3.28, hogy Krisztusban nincs férfi, sem nő, sem szolga, sem szabad, sem zsidó, sem görög, ezek vannak manapság felhasználva annak alátámasztására, hogy akkor lehet nő is lelkipásztor, presbiter, illetve püspök. Végezhet lelki, betölthet lelki szerepet és funkciót a Igen, de mi szerintünk azok az igék, nem a gyülekezet tisztségviseléséről viseléséről szól, szólnak, hanem az üdvözülés módjáról. Egyforma most már mindenkinek a lehetőség üdvözülni, hitáltal férfinek, nőnek, görögnek, zsidónak, szolgának, szabadnak. A kontextusban, a Galaták háromban arról van szó, a megigazolásról. Ott nincs különbség. De ami a szerepeket illeti, ott van. Következő kérdés. Helyre állítható e a bukott vezetők, tisztségviselők a gyülekezetben? Azzal kezdem, hogy a vezetők maguk is tévedhetnek. Nem mintha meg lenne engedve, senkinek nincs megengedve, ugye? hogy, hogy, hogy véd, véd, védsen az Isten égi ellen, hogy védkezzen. De megtörténik, amiképpen te védkezel, én is védkezek. Sajnos, és ma is védkeztem. És kaptam helyreállást. Itt persze szóba kerül az, hogy de milyen mértékben lehet védkezni, és még mindig helyreáll. Mielőtt, mielőtt példákat hoznék fel a Bibliából, Ószövetségből és szövetségből a figyelmetek ajánlok egy, egy érdekes igét az 1 Timóteus 5-ből. Timóteus az itt első levő, ötödik rész, 19-es és 20-as versek. 19-20 ezt mondja. Presbiter ellen vádat ne fogadja el, hanem csak két vagy három tanúbizonyságra a védkeseket mindenek előtt fed meg, hogy a többiek is megfélemjenek. Tehát a 19 -es eset azt mondja, a védkeseket, pontosabban a presbiter ellen vádat ne fogadj el, 19-es vers. Tudod, mit jelent ez? Ha valaki neked bevádolja a lelkipásztorodat, az előjárókat, te ne fogadd el azt a vádat, ha nem bizonyítja legalább két tanúval. Tehát Isten, mielőtt beszélnénk arról, hogy mennyire fenyíthetők-e, aztán később helyreállíthatók-e a vezetők, Isten legelőször is védi őket. Itt kezdjük. Védedete annyira a te előjáraidat, hogy nem fogadsz el vádat ellenük másoktól, ha csak nincs két vagy három tanú rá. Ez nagy dolog, testvéreim. Isten ennyire védi a gyülekezet tisztségviselőit. De mi van, hogyha van rá két tanú, meg három tanú, meg több tanú is? És mennyire védkezett? Azt mondja utána a 20. versben, az eljárás, ha védkeztek, a védkeseket, itt a kontextusban nem a gyülekezeti védkesekről van szó elsősorban, hanem a presbiterekről, pásztorokról, püspökökről. A védkeseket mindenki előtt fedd meg, ízd meg. Na képzeld el, hogyha bebizonyosodik a lelki pásztorodról, vagy a gyüleket vezetődről, vagy egy bizottsági, előjárósági tagról, hogy védkezett súlyosan, és azt nem lehet csak négy szem közt, mert nem, nem, titokban volt a bűn elkövetve, hanem nyilvánosan volt elkövetve, mit kell tenni? Az igaz mondja, mindenki előtt, vasárnap, mikor legtöbben vannak a gyülekezetben, délelőtt, délután, áll elő, és mindenki előtt, insd meg, fedd meg, Valószínűleg nem terád lenne ez bízva, hanem itt Timóteus nem a aki már önmaga is egy előjáró a gyülekezetben. Tehát egy másik előjáró kellene, hogy ezt tegye. És incse meg mindenki előtt. Tudod miért? Hogy miközben az ő bűne meg van fedve és intve, le van leplezve és el van ítélve, a többiek is megijedjenek. Megfénemjenek. Ha azt mondja valaki erre, hát ennyivel el van intézve, hogy mindenki előtt csak meg megfeddik, Timóteus csak megfedi, és megyünk tovább, nehogy alábecsült ezt az eljárást. Tudod te, hogy milyen, milyen megalázó lehet, amikor valaki előtt téged megfeddenek? Tapasztaltad már? Én nem voltam lelkipásztor, amikor engemet egy nagy tömeg előtt az iskola igazgató engemet feltaslizott. Nem diákok előtt csak, nagy felnőttek tömege volt jelen, egy reggel, a községünk központjában. Szerintem vitatható, hogy nem voltam annyira hibás. El kell ismerem, hogy az én is védkeztem. De az nem vitatott, hogy én nem voltam éppen annyira hibás. Szerintem. Mentünk fütyülve levele egy társammal a központba. Iskolába mentünk, központon keresztül. És mind a ketten fütyöltünk. És ő el lett bocsátva, én pedig számon lettem kérve. Én bennem az az eljárás olyan sebet ejtett a lelkemben. Tudjátok, milyen nehéz megbocsátani? Amikor Pál Ápostor azt mondja, hogy menj el, fedd meg őt négy szem közt, ha valaki ellened védkezett, már ez is nagy dolog, hogy nem mond, nem mond, a világnak, nem mond a gyülekebben másodnak, ő neki mond meg. De utána azt mondja, ha hallgat rád, megnyerted, bocsáss meg neki. Na ez még nehezebb. igaz, hogy ő nem kért tőle bocsánatot, már meg is halt, és nem régen mondta nekem valaki, hogy Isten őt még sújtotta is, mondta nekem, hogy hogy, de most lehet nem azért, lehet nem is tudta, nem tudom, de az én szívemben ezt el kell, hogy engedjem. És ha Timóteus megint a gyülekezetben egy előjárót, egy presbitert mindenki előtt, csorbát ejt, jogosan akkor, ha védkes, az ő becsületén, a jó hírnevén, mindenki előtt. De nem mondja azt, hogy tovább nem lehet presbiter. Vigyel meg! Azt mondja, hogy mindenki előtt fed meg az, ebben az esetben lehet, hogy ennyivel el van intézve a dolog. Beismeri utána mindenki előtt, megbánja is, többet olyat nem követel. De van rá eset, amikor, amikor nem elég az intés, elveszíti a tisztségét. Az egyik példa erre Judás, Iskáriótes Judás. Nem, nem volt az új szövetségben nagyobb tisztség az apostoli tisztségnél. Presbiteri, pásztori, püspöki tisztségnél nagyobb volt az apostoli, és ő abban részesült. És azt mondja Péter apostol a feltámadás után az egybenyőt 120-nak, az ő püspökségét más vegye el. És elvette azt Mátyás ő öngyilkos lett, ugye, is Károly Judás, és ki lett nevezve helyette apostolnak, a 12 közélet számolva, Mátyás, sorshúzás által. Tehát elvesztette a tisztségét, elvette az valaki más. Ilyen is van. De nézd meg a Bibliában azt is, hogy van nem csak olyan, hogy egy intéssel idézőjelben megúszza, van nem csak olyan, hogy egy vétekel, mint Judás, aztán elveszíti a palástot, Persze meg is érdemelte, hanem van olyan eset, amikor valaki védkezik mélyen, és van helyreállás vissza különösképpen. Két ószövetségi példa először az egyik Dávid. Dávid király mélyen védkezett. Először is nem ment a harcba. Ő, mint király, kellett volna, hogy vezesse a csapatot. És ő azt nem végez. Ő nem volt jó vezér. Nem vezetett. Másik elcsalta a másik feleségét, magához hívatta becsabét. Betsabét. Végül pornóképet nézett, nem? Először is a hátatőről már. Itt kezdjük, ugye? Aztán magáévá tette Betsabét, megölette Uriást, mielőtt megölette volna, lerészegítette óriást. Utána állnak levelet írt Joábnak, hogy állítsátok, tüntessétek ki, hogy a frontvonalba harcoljon. Hitteus. Óriás. És ott, ott harcoljon, hogy jöjjék őt meg, hajjon meg. Utána azt mondta Joábnak, ne aggódj, ha meghalt. A fegyver megemészt, úgy egyet, mint mást. Semmi gond. Egy ember nem a világ. Mondd meg, van-e valamilyen parancsolat, ami ellen Dávid nem végezett volna? Szinte mindet áthágta. Utána hallgatta az egészről, mintha semmi nem történt volna. Amíg Isten nem ködi hozzá a profitát, Nátán profitát. És ő kimondja maga fölött az ítéletet, Halának, fiad az, az ember, és adjon négy a báránykáért. És azt mondja rá, Nátán, te vagy az az ember. Azt mondja rá, Dávid rögtön, Fétkezdem. És azt mondja rá, Nátán, az Úr is elvette a bőnödet. Nem fogsz meghalni. Egy másik példa. Ott van Jónás. Jónás kiküldi az úr, menjél ninivébe. Ehelyettől hajóra száll is, irány. Társ is. Spanyolország. A, a zsidók általában ö, tengerfóbiások voltak. Ők nem mentek a tengerre. Salamon soha nem küldött hajósokat, hogy hozzon magának aranyat, ezt, azt. Küldte a tírusziakat, ők hozzák neki. A zsidók nem mentek hajózni, de Jónás annyira nem akar menni Ninivébe, inkábbül hajóra. Ez az Istennek nem engedelmeskedik. Arra kellett fizetni, feljön a hajóra. Ki tudja, mennyi pénzt fizet, hogy olyan hosszú útra menjen a hajóval. Ki fizette a hajóbért? Istennek nem engedelmeskedik. A próféta. Miért nem hagyta Isten Jónást magára? Küldjön más Ninivébe. Nem tette volna meg? Azért nem tette meg, mert Isten nem csak a kell foglalkozik, hanem Jónással is foglalkozik. És megneveli, hogy menjen el. Herre állítja. Mikor kidobja a hal őt a szárazra, ugye a partra, akkor azt mondja az ige, lőn az úr szava Jónáshoz másodszor is. Jónás 3.1. Isten ad neki még egy esélyt, Jónás adok egy küldetés neked. Menjen névébe. ugyanaz. Ugyanazt ugyanarra Isten még egyszer megbízza, Isten helyre állított ilyen szempontból, és elküldte Jónást. Új szövetségi példa. Ott van Péter Apostol. Péter Apostol megtagadta az Úr Jédust. Most képzelte el, ha valaki a gyülekezet tagjai közül azt mondaná, be van merítkezve, szolgálattevő, fő-fő az egy előjáró között, és azt mondja, nem ismerem Jézust. És mikor már harmadjára bizonyítja, akkor azt mondja az ige, elkezdett esküdözni és átkozódni. Esküszöm az élő Istenre, hogy nem ismerem az az embert. Átkozott legyek, hogyha ismerem. És erre fel Jézus helyreállítja. Azt mondja neki, Péter, legeltest az én jóhaimat. Legeltest a bárányaimat. Ilyenre bízni a jókat? Téged, meg engem? Egy másik példa. Márk. Elmegy misszióútra Pállal, meg Barnabással, és a legelső állomásnál ő hátat fordít, megtorpan, nem tudjuk pontosan miért, de ő irány vissza Jeruzsálembe, vagy Antiókiába. Valószínű, megijed a szenvedéstől. Valószínű, nem akarta fölvállalni az áldozatot. Nem tudjuk pontosan miért, de másodjára azt mondja Pál Ápostól barnabást, amikor akarta vinni magával Márkot. Aki elszakadt tőlünk, ez a szó, hogy elszakadt, ez szakadást jelent. Aki elszakadt tőlünk attól kezdve, nem méltó, hogy jöjjön velünk többet. Figyelj, Pál milyen erősen mondja. Elbukott a hívő, Márk, vége. Többet nem adunk neki második esélyt. Utána Barlabás mégis maga mellé veszi, emiatt elválik Pálapostortól. És a néhány év múlva maga pálapostól ráébred arra, hogy Márk tényleg alkalmas a szolgálatra. Márk megváltozott. És hívja magához. Timótaus, hozz magaddal Márkot is, mert alkalmas a szolgálatra nekem. Helyre állt Márk. Hosszú idő tehetett el, lehet évek teltek el. Ha, ha védkezik az előjáró, tudjátok meg, minél magasabban van valaki, ha esik, annál nagyobbat esik. Azt mondja Jaka apostol, ne legyetek sokan tanítók, mert súlyosabb ítéletünk lesz. Amikor odaállunk mi a Krisztus ítélőszéke elé, nekem nehezebb dolgom lesz, mint nektek. Én nem mondom, hogy te nem felelsz a melletted állóért, vagy ülőért. Igen, őrizője vagy atyád fiának. De ha te őrizője vagy, én sokkal inkább őrizője kell, hogy legyek. És azt mondja Pál Lápostól, azt mondja a zsidókhoz levírója pontosabban, nem tudjuk, a Pál vagy, vagy, sem, 13-17-ben, engedelmeskedjetek a ti előjáróitoknak, és fogadjatok szót, mert ők vigyáznak a ti lelkeitekre, mint számadók. Számadók az előjárók. Számot kell adjanak a gyülekezetért. Ez engem betölt félelemmel. Remélem, hogy igazi Isten félelemmel. Nem azt akarom mondani, hogy, hogy nincs hitem, hogy nincs bizalmam. De igen. Van hitem, és van bizalmam. De nagy dolog elesni. De nem csak elesés van az életben, van helyreállás is. De mikor? Főleg a vezetőnek. Ha a gyülekezet előtt visszanyeri a bizalmat, vagy a közösség előtt, és úgy döntenek, és ő elfogadja, hogy valamire még megbízzák, a gyülekezet ezt megteheti. Ha visszanyeri a bizalmat. De ha a bizalmat elvesztette végleg, akkor végleg elvesztette a tisztséget is. léteznek-e baptista devianciák? Utolsó kérdés. Mármint ezzel alatt azt értjük, hogy eltérünk-e, deviálunk-e mi a bibliai tanítástól, ami a gyülekezeti tisztségviselőket illeti. Vagy azt mondjuk, hogy a baptista gyülekezet az egyetlen üdvözítő, tökéletes egyház, Vagy azt mondjuk, hogy a baptista gyülekezet a leginkább deviált egyház, aki eltért a legjobban a Bibliától. Mi van ott a szívedben? Hogy ez a gyülekezetedre? Az előjárokra, tisztségviselőkre? Egy vagy két dolgot megpendítek, azt is finoman a következőket. Ami a tisztségviselőket illeti, mert most csak arról beszélünk, nem beszélünk más devianciákról, A tisztségek tisztázatlansága. Elmondom, mit értek ez alatt. Vannak gyülekezetek, igaz, ahol tudjuk, hogy ki a lelki pásztor, na az világos. Ha van, akkor van, ha nincs, akkor nincs. Azt is tudjuk, hogy van-e kinevezve presbiter, kézrátétellel, főszentelve, ugye, megbízva, kijelölve, gyülekezeti vén, vagy diakónus. Tudjuk, vagy van, vagy nincs. De amikor azt kérdezem, hogy a gyülekezeti előjárók Közül kik presbiterek és kék diakónusok valószínűleg nem tudnánk megmondani, sem te, sem én. Ha vesszük azt a kört, amit úgy nevezünk, hogy bizottság, vagy előjárók, vagy vezetőség, bár ismételem, néha megvan a, a tisztázott szerep, egyeseknek, akár presbiterek, vének, akár diakonusok. De legtöbbször a többiek között ez nincs tisztázva. Lehet, hogy jobban kellene ezt tisztázok. Egy másik, amit megemlítek, ha tisztázva is van, ahol van, arra néhány szemére, de nem a többire nézve, mindenképpen ezek az előjárók, legyenek presbiterek, diakónusok, vagy egyszerűen csak úgynevezett vehetőségi tagok, mindenki egyben van, egy csoportban, és egy, nincs megkülönböztetve a, a funkcionálisan az ő szerebeli különbségük. Nem, nem külön választott. Együtt, együtt végzik a döntéshozatalban, az ő munkájukat, kormányzásban, és nincs különbség. Már, úgy, már pedig úgy találjuk, hogy a Bibliában, amikor elment apostol és Barnabás Jeruzsálembe, hogy döntsenek, hogy körül kell elmetékeni, vagy nem kell a pagányoknak, pagányokból lett hívőknek, akkor nem hívták össze az apostolok és a vének a diakonusokat is hanem az apostolok és a vének. A gyülekezettel együtt döntöttek. Úgy látszik, volt egy különségtetel, hogy a vének nem a diakonusokkal döntöttek ügyek felől. Hát ezt a kettőt említem meg inkább. Hát a tisztségek tisztázatlansága sok esetben, illetve a tisztségviselők egy csoportba tömörítése és együtt hoznak döntést Bármilyen ügy érdekében. Azzal fejezem be, hogy mi a te felelősséged a tisztségviselők iránt. Imálkozzál, szeressed, engedelmeskedjél a gyülekezeti előjáróidnak, hogy ezt műveljék örömmel. Mert ha nem, akkor ez neked nem használ. Nem nekem, neked nem használ. Ha nem engedelmeskedsz, és én mondom, hogy mit kellene tegyél, az ig alapján, szeretettel, szeliden, igen, akkor én nekem szomorú, elcsüged a lelkem, hiába is szolgálok, nincs, nincs engedelmesség, nincs szófogadás, nem követnek, de végül ez neked nem használ, azt mondja a Biblia. Zsidók 13, Isten segítsen bennünket arra, hogy úgy a tisztségviselők, mint a gyülekezet tagok együttesen betölthessük a mi feladatunkat a magunk helyén. Ámen.